Hát mindenkinek jó estét kívánok. Itt az év utolsó, tulajdonképpen búcsú jégbüféjét tartjuk Péter Vladimirrel, akit én 30-nál azt hiszem kicsit több éve ismerek, úgyhogy azért is tegeződni fogunk, nem azért, mert a baráti körömet vonultatom fel, de így is értelmezhetjük, hogy az év végén az ember olyan emberrel szeret találkozni, akivel egyébként is szívesen futna össze. Ő szobrász és ötvös, és a Momé-nak a tanára, most már talán ugye professzor emeritus. Volt tanára. Volt. Az emeritusság azt jelenti, hogy már nem vagyok. Hát ja, de azt szerintem ez olyan elegáns. Én is mindig szerettem volna professzor emerita lenni, de hát sajnos nekem nem jött össze. Na szóval, azért örülök, hogy eljöttél, mert két dologról szeretnék beszélni, azon kívül, hogy te hogy vagy, és hogy a te művészeted az hol tart, mert hogy belefutottam egy olyan részébe a te szobrásságodba hirtelen, mert mondom a nézőknek, akik véletlenül őt nem ismerik, hogy a mindenki számára jelenvalóbb művészete Péter Vladimirnak az az ékszerkészítés és ékszertervezés, és nagyon jellegzetes, nagyszerű ékszereket csinált, amit egy bizonyos korcsoport, most azok az értelmiségi nők, akik a 21. században álltak két lábra, azok gyűjtötték és szerették az ő ezüst ékszereit. De az ő szobrász mi volt, az mások számára azért ismerős, de nem annyira hétköznapi és nem annyira jelenvaló, és most hirtelen belefutottam a Fuggánál tartott előadásodba, ahol megjelentek azok a miniatűr szobrok, amelyektől én teljesen elgyöngültem, és amiket azért meg fogunk mutatni, tehát ne higgyék azt, hogy én csak itt beszélek, mert előbb-utóbb az én kollégám segíteni fog meglátni ezeket az apró, absztrahált állatokat, vagy valóságos állatokat. Itt most egyelőre azt látják, hogy a boltban, ahol ott ül az ékszernek a tervezője, és azokban a tárlóasztalokban láthatók az ékszerei Péter Vladimirnek, és majd egyesével is lehet látni az ékszereket. Szóval azt mondtam az elején, hogy két dologról szeretnék veled beszélni, itt azt hiszem éppen előadást tartasz. Az egyik az, hogy szerinted hol tart a tárgykultúra és az ahhoz való viszonyunk így a 21. században, mert hogy neked egészen speciális kapcsolatod van a tárgyakkal, vagy legalábbis tőled ezt tanultam, csak közben mióta nézzék meg a nézők, hogy ez például egy ékszer, és igazán ez a lovas a két, illetve a ló a két lovasával, a szerelmes pár, lovas pár, ez egy mobil szobor, tehát minden egységét külön lehet mozgatni, a lovak lábát, az emberek lábát, a rajta ülő lovasoknak a lábát, a lónak a fejét, és hát ez egy hihetetlen klassz ékszer. Tehát ez az, amiről inkább híres volt Péter Vladimir. A szobrok ugyanakkor a részt foglalnak el az életedben? Persze, mindig is csináltam szobrot párhuzamosan az ékszerrel. Azt hiszem, hogy jót is tesznek egymásnak. Noha szokták mondani, hogy az ékszereim azok miniatűr szobrok. Ez nem egészen így van, mert a szobrokkal az a helyzet, hogy hát az ember általában körül járja, vagy ha kicsi, akkor a kezébe megforgatja. Az ékszer viszont vonul a viselőjével együtt. Hát ez, a bizonyos... ez a hal például ilyen szenzációs, ez egy szápa vagy cet? Vagy... Ha úgy tetszik, igen, mondjuk ez egy cet, igen, bána. Bána, igen. De ő is ékszer. Persze. Viszont ha leakasztanám a zsinórjáról, ő egy miniatúr szoborként is megállna a helyét. Igen, de az a finom mozgás, ami a nyakban történik, az akkor elveszíti az ember. Nem beszél arról, hogy ennek a bálnának a hasában van egy kis golyó, nem látszik, és ettől a finom mozgástól az a golyó az csörög benne. Alig hallani szerencsére, én nem hallom, mert süket vagyok, de aki viseli, az hallja, de a jelenléte az megerősödik azáltal, hogy visszajelez neki az ékszer. Na ez például egy körüljárható szobornál nem fordulhat elő. A szobor az mindig jelen volt az életedben, azt mondod, az azt jelenti, hogy mindig lehetett venni tőled szobrokat, és csak én ezt nem tudtam eddig.
Hát a kereskedelmi rész az kevésbé érdekes, nehezen adtam el mindig szobrot, de azért volt rá eset. Szóval az ékszerben még azok a banális dolgok, amiket elmondtam jellemzésképpen, azon túl még az is szerepel, hogy nem egy darab van belőle. Én ennek mindig jelentőséget tulajdonítottam, hogy ha úgy tetszik, ezzel adok hozzá a szociális magatartásomhoz, hogy megsokszorozom. Tehát, hogy az egyediség az nagyon jól hangzik, értéknövelő, tényező, de hogyha egy ember élvezi, és az a nagyon kevés, statisztikailag nagyon kevés, akivel kapcsolatba kerül, az leszűkíti a hatósugarát. Tehát én azt szeretem, hogy több készül belőle, több emberhez eljut, és ezzel a hatásfoka megnő. Te pont úgy vagy ezzel, mint mi a műsorral. Tehát, hogy nézzék minél többen. Közben a macskát megláttuk itt, és ez volt az, amiről futólag szót ejtettünk már aztán. Ez a medve, és a medvénél sokkal több ponton mozgó a macska, amit a kollégám lecserélt most erre a medvére. Ez egy hozzáadott érték, és ez is... Ez egy öreg medve egyébként, tehát hogy egy régi játék, ugye? Hát az a jó, hogyha mindenkinek a emléktartományából előbányász valamit az ékszer, nem kell, hogy ugyanazt. Tehát sok-sok rétege, sok jelentés tartalma van, holott csak forma. De ha az a forma elég gazdag, akkor ezeket a rétegeket megmozgatja. Ez egy tornásznő, akit itt látunk? Hát ha halfarkú tornásznő van, akkor... Halfarkú? Hát tényleg nem. Nem figyelte valamit. Miért ne lehetne halfarkú tornásznő? Hát nem, abszolút lehet természetesen, csak egy pillanatig azt hittem, hogy ő egy tornász. Két farkú sellő. Ez új, mert én nem emlékszem, ez régi? Elég régi munkám. Kicsit tartanak tőle, úgyhogy nem túl sok készült belőle, de hát ez nem olyan. Mert egy kicsit pornós? Hát én nem mondanám, hogy pornós, mondjuk úgy, hogy érzéki. Érzéki? Jó, rendben van. Igen, bocsánat, a pornós visszaszívva. Nem, az sem. És ez itt kicsoda? Ez egy vakon? Ez is medve. Ez is medve, érdekes, én ezeket a képeket nem láttam, de valószínűleg ebből a videóból vannak kimentve. Szóval ez is egy medve, az a vékony vonal, az egy osztó vonal rajta, le lehet emelni a tetejét. Dobozkává változik? És akkor ez egy doboz. Fontos dolgok tartására? Igen. És én azt szabadon hagyom, hogy ki mit tart benne. Egyébként egy pár köbcentiméter az űrtartalma, ez kicsit szűkíti a lehetőségeket. Ezeknél a kis szobroknál azt is elmondanám, hogy mindegyiknek van valami minimális funkciója, általában tároló funkciója. Miért fontos az neked? A csuda tudja, nem tudom, ez valami fajta a hely szellemének hódolva, lehet, hogy valami zsidós dolog, hogy ne csinálj magadnak faragott képet. Hát ez nem faragott kép, hanem egy tárgy. És akkor ezzel tárgy, szépen lágyan átevezünk a fölmentem magam tárgykultúra nevű. Ez itt egy gyűrű? Igen, ez egy kétujjas gyűrű. Ami nagyon kényelmes annak ellenére. Tényleg lehet két újra húzni? Nem lehet, másképp nem próbáltam. Igen, mert ilyen nagyságban nem lehet. És akkor nem, az nem zavarja az embernek a kicsit manipulációs kicsit zavarja, viszont készsége? Nagyon sokat kap cserébe. Mindenki megkérdezi, hogy jé, ez egy kétújjas gyűrű? Igen, ez egy kétújjas gyűrű. Megéri, hogy egy picit talán kényelmetlen, de én hordtam általában ékszereket, amiket készítek, próbajáratra szoktam hordani, sőt, éjszaka is magamon hagyom, az a igazi biztosítéka annak, hogy nem sérülök meg tőle. Egész jól viselkedik. Nem az egyetlen kétújjas gyűrűm, amit csináltam. Nagyon tetszik nekem ez, még nem láttam ilyet, de ugyanakkor nem vonz nagyon a kétúj. Ez egy nagyon jellegzetes lánc. Mármint, hogy nyakdísz, erre emlékszem. És mindig nemes köveket használsz az ezüsthöz?
Igen, általában nemesköveket használok, nem csak azért, mert értéknövelő tényező, hanem mert szép. Azon kívül a nemessége abból is ered, hogy keményebb, mint a hétköznapi anyagok. Tehát és ez amiket fontos? Használok, fontos, mert viselésnél eltörhet, aha, megkophat, gyűrűnél különösen, ami az üveg keménységű, vagy az alatt van, az általában megkopik, és könnyebben el is törik. Az előbb már szépen rácsusszantunk arra, amiről beszélgetni akartam szintén ebben a ránk szabott időben, hogy a tárgykultúra Magyarországon az hogyan fejlődött szerinted? Mert te, ami téged illet, te megteszel mindent azért, igen, hogy jól fejlődjön. Nem, én hogy neked fontosak mondtam, a tárgyak, igen, ezt akartam mondani. Igen, igen. Hát, hogy is mondjam, csak tulajdonképpen egy kicsit atomizálódott a tárgykultúra. Azelőtt, amíg az információ szegénységben szenvedtünk, azelőtt ez sokkal lineárisabb volt a fejlődés. Most, hogy mindenhez hozzá lehet jutni, legalábbis információban mindenhez hozzá lehet jutni, és pénzkérdés a másik oldala a dolognak. Most egy kicsit szétcsúszott az az érzésem. És miután ez mindig is egy eklektikus kultúra volt, nem olyan helyi hagyományok, mint mondjuk Olaszországban, vagy Skandináviában, vagy két ellentétes pontot mondjak, ez valahogy félúton van, ami nem azt jelenti, hogy ennek a keveréke, hanem azt jelenti, hogy össze. És nincs egy ilyen fajta zsinór mérték, hogy egy svéd embernek a mértéktartás az valahogy hozzá van adva a születéskor. Egy magyar embernek nincs hozzáadva a mértéktartás, ezért aztán... És egy olasz embernek például az ilyen szabad abtombolás, ami az őt körülvevő színeket, meg... Az is valami fajta, valami módon meghatározó. Szóval az ízlés az egy társadalmi jelenség az ízlés. Nem? Bonyolult dolog, és azt hiszem, hogy jól mondod, hogy társadalmi jelenség, és általában mintakövetéssel helyettesíti az ember nagyon helyesen az ízlést. De hogy milyen mintát követ. Az mi múlik? Az nagyon meghatározó dolog. Én nem tudom, ami a vízcsapon folyik, minta, azt követik. És a vízcsapon nem mindig tiszta víz folyik. Tehát az, hogy egy úgy gondolja, egy nem, ez talán goromba dolog lenne, de az, hogy például a sportolóknak a sportöltözködését követik, hogyha végignézem a villamoson, hogy ki milyen lábbeli van, azok sportcipők. Igen, de közben, hogyha New Yorkba elmész, azok is sportcipőt. Tehát, hogy egy New Yorki sugárúton a gyalogosok, azok sportcipőben vannak. A nők, a férfiak, és aztán visznek magukkal egy cipőt, amit egyébként a megjelenésükhöz párosítanak. Ez volt régebben, most már nem visznek, most már a sportcipőben végződnek. Akár hát, mi is fölül a ruházat. Igen. Vagy New York már megint nem az ízléssel való példálózásnak egy New York, jellegzetes helyszíne? Nem lehet azt mondani, hogy az egy homogén közeg, hiszen attól New York, hogy nagyon eklektikus közeg, ott mindent meg lehet találni. Az a kevés, amit láttam belőle, ezt mondanám, hogy mindent meg lehet találni. Állítottam egyet. Igen, a városi létezés, az kitermel valamiféle szemléletmódot, és az, hogy az emberek hasonlítani akarnak egymásra, hát az végül is az az ízlést formáló. Persze, de például az, hogy a sportcipőt hagyjuk, azt mondjuk megbuktam vele, de az, hogy kamuflázs, tehát ilyen katonai egyenruha mintájú dolgokat szeretnek hordani, és abba érzik jól magukat. Ez furcsa. Szóval, hogy nincs a merítés, amiből választhatnak,
az valószínűleg szűkös, és rossz mintákat követnek, rossz példákat. És miért van az, hogy Skandináviában totálisan más, és jó mintákat követnek? Tehát én onnan közelítek, hogy amikor megjelentek Magyarországon a rendszerváltás után, nagyon szabad lett a kereskedelem, és bejött egy csomó skandináv márka ruházatban például, igen, mert igen, engem az érdekel. És hogy ezek döntő módon másmilyenek voltak, mint amihez addig szokva voltunk, cipőben is, nagyon egyszerű és nagyon funkcionális is volt, meg jó minőségű volt az anyag, tehát drága, mondhatni drága volt, és első ránézésre egy magyar vásárló azt mondta, hogy mit akar ez, tehát hogy miért kerül ilyen rohadt sokba, jó az anyaga, talán jó az anyaga, de miért ilyen egyszerű, miért ilyen zsákszerű, miért ilyen nem tudom micsoda. És közben pedig azok, akik meg szerettek kényelmesen járni, meg nem ragaszkodtak ahhoz, hogy 40 szintvon utassanak föl magukon, azoknak ez nagyon tetszett. De nem tudtak meghatározó vásárlóerőt képezni azok, akiknek ez tetszett, úgyhogy ezek viszonylag hamar elhúztak innen. Így van, vagy elhúztak, de nagyon sok esetben váltottak. Ja, hogy hát, ők is elkezdtek komercializálódni? Igen, nekem ez a tapasztalatom, tehát az a cipő, amit én nagyon szerettem, nem mondom ki a márkáját, az most ezeket a sportcipőket készíti. A másik cipő, amit szintén hordani tudok, mert olyan széles és annyira érzékeny a lábom, amellett, hogy kicsi és széles, az papucsokat gyárt. Ilyen problémáim vannak. Na, de ez legyen a legnagyobb. De egyébként ez összefügg az ízléssel szerintem. Hát, közben pedig ez a kedvenc ló, a kerekes lovad, mint szobor, ez jelenik meg a hátad mögött. És látom rajta a vágást, nem tudom, hogy a nézők is látják-e, ennek is le lehet venni a felső részét, és lehet beletenni valamit, hogy ne csak faragott képmásokat forgalmazzál. Pontosan. Őrült jó. Mondjuk gyűrűket lehet beletenni. Például. Két darab gyűrű esetleg elfér benne. Még négy is elfér. Ez négy, mert nem tudom megítélni a nagyságát, csak próbálom belenni. A technológia határozza meg a nagyságot, azt kell, hogy mondjam, mert ugyanazzal a technológiával készül, mint az ékszer, egyfajta precíziós eljárás, emiatt aztán a 20. századi szobrászatban megszokott kéznyomokat hordó, lélegző felületű dolog az ennél nem jöhet létre, mert hogy annyi fázison esik át, az mind egyre távolabb van a kézzel formáltságtól, hogy ez a fajta hát, sima, tiszta formálás, amit diktál a technika. Rendes, szép, nagy köztéri szobrot szeretnél csinálni? Én olyan ismerek nagyon köztéri szobrodat egyébként, ami egy magántéren van, és az nagyon hasonlít rád az a szobor, az egy fauna, aki a kezén áll egy bálnán, vagy valami hasonló. Igen, igen, igen. Hát igen, ha aktba létezik ön arckép, akkor ez az. Akkor ez az. Készítettem nem túl sokat. Van egyfajta alkati meghatározottság annak, hogy mekkora az, amit kényelmesen tudok készíteni. Tudok nagyot csinálni, de nem, nincs kedvem hozzá. De figyelj, a Somogyi József, vagy kicsoda, tehát csináltak ilyen rendes 17 méteres szobrokat is. Az... Attól jó is lehetne, igen. De nem bántam. Nincs összefüggés azért. Nagyon jó képességű szobrász volt, túl könnyű kezű volt, túl sok mindent csinált, túl sok mindent elvállalt, de nem az én tisztem, hogy kritizáljam. Egy nagyon rövid ideig a mesterem is volt, tanultam is tőle. Uh-huh. Szóval... De nem érdekel? Ezt akartam kérdezni. Nagy méretű murális dolgokat nem szeretnél csinálni? Készítettem már olyasmit, aminek örülök, hogy megvalósult nagyobb méretű dolog, de ezek általában a ember élet nagyságot sem érik el. Ez alkati dolog. Talán azért, mert én sérem el az ember életnagyságot. Bárhogy ne érnéd el. Minden, ami itt, hogy mondjam, az utóbbi 15-20 évben az iparművészetben történt, mert most kifejezetten nem akarok kitérni arra, hogy elemezd azt, hogy
mi történik a művészetben, de hogy a minket körülvevő az életünk hétköznapjait megszépítő tárgyak milyenné változtak, mondjuk a szocializmus óta, vagy ahhoz képest, arról mit mondanál? Javulás van, vagy rosszulás van? Csak ismételni tudom, magam zavarosabbá vált a világ, de hogyha ez az ára annak, hogy nem abban a bizonyos szocializmusnak mondott nyomorúságban élünk, akkor nem bánom. Oké, egyefene, igen. Akkor nem bánom, de lesz ez még jobb is. Tehát pillanatnyilag azt hiszem, hogy nagyon, nagyon zavaros a tárgykultúra. Feltehetően az iskola is ludas ebben, a bizonyos mintakövetés, az, hogy a tárgyaknak a pénzbe kifejezett értéke és az egyéb értéke, a használati, esztétikai, vagy az ezt összekapcsoló értéke, az más, nem ugyanarról szól. És hogy az értékmérővé vált, hogy mi mennyibe kerül, az nem tesz jót a tárgykultúrának. Ugyanaz a helyzet velem, mint amit az öltözködésről el lehet mondani. Most, hogy már nem autózom, ezért többet nézek kirakatot. És miért nem autózom? Bocsánat, hogy közben... Elegem lett. Eleget lett a közlekedésből? Elegem lett belőle, azon kívül az életmódom már nem igazán követeli meg az autózást. Sok oka van annak, egy az, hogy nem autózom. És ennek nagyon sok jó hatása van, az, hogy emberek között vagyok, és nézem az embereket a villamoson, meg az autóbuszon, meg az utcán, kirakatokat nézek, lassabb, lelassultam, ami nagyon jót tesz, több időm marad a munkára, meg a bámészkodásra. Szóval, ha nézem a kirakatokat, a mondat elejére visszatérek, akkor látom azt, hogy nem tudom már, hogy mondjam, a nullák mennyisége az áraknál annyi, hogy abban a tartományban én már nem tudok gondolkozni. Ránézek, és nem tudom, hogy az 5500 millió, nem tudom. Nem tudom. És nézem fölötte a cuccot, amit jelöl, és nem értem. Nem látod benne a nullák jelentőségét, értem, vagy magyarázatát? És de például van egy olcsó óra márka, megint csak nem mondom ki a nevét, ahol mindegyikben ugyanaz van. Mindegyik egyformán pontos. Viszont sok dizájnert foglalkoztatnak, van sokféle kategóriát érintenek, van úgynevezett elegáns, van gyerekóra, van sportóra, van vicces óra, hát ott szabad tere van a dizájnnak. Tetszik vagy nem tetszik. A forma alakításnak, nem feltétlen forma tervezésnek mondanám, mert ami csak kabát, az nem forma tervezés. De a forma alakításnak, a karakterváltások. És nagyjából azt el tudom olvasni, azt ha már 20 000 forint, akkor az drága ebben a kategóriában. És az a bizonyos sok nullás kategória, mondjuk órában. Amit mostanában hord az új gazdag, az 5 millió, 2 és 5 millió között van. De nem kéne. Nem kéne? Nem kéne. Van egy épeszű határérték, aminél drágább ruhát nem érdemes venni, aminél drágább órát nem érdemes venni, aminél drágább ékszert nem érdemes venni? Van a fejedben ilyenfajta reális mérce? Olyan keveset vásárolok, és... Na nem is magadról beszélek, hát egy férfinek a ruha az nem jelent általában olyan sokat, de nekem ez a mellény, ez zseniális. Nekem sokat jelent, én... Ez nagyon... komponált dolog, piperköt, ami rajtad van. Voltam, most már elkopik ez a dolog, de mindig adtam arra, hogy mit veszek fel. De ezt piacokon, vásárba, turkálóba, itt-ott szedtem össze. Én nagyon keveset vásárolok üzletben. De azért, mert lenézed, amit ott kapsz. Nem. Nem izgat eléggé. Biztos találnék olyat, ami az ízlésemnek megfelelő, smucig is vagyok. És hogyha 2 nullával kevesebbért megkapom a földről fölvéve, akkor ezt preferálom.
Bezzeg az ecserén, nem vagy smucig. Amikor, legalábbis én, amikor először a te lakásodon készíthettem veled interjút, akkor a tárgyak egyszerűen a földhöz vertek a maguk lenyűgöző sokaságában, hogy olyan rendkívül sok hegedűd volt, és mindenféle külön a vonóknak volt egy nagy polc, vagy nem tudom. Már nem emlékszem egész pontosan, hogy miből volt rengeteg, mert ez kb. 25 évvel ezelőtt történt, igen, ha nem 30, de az, hogy olyan tárgyak, amiket életemben nem láttam, olyan hangszerek, amiket életemben nem láttam, ezek nem arról szóltak, hogy te sajnálod a pénzt valamire, ami neked fontos, és azok mind nagyon érdekes és izgalmas tárgyak és hangszerek voltak. Hát nézd, persze, ha ezt a lerántod a leplet erről az oldalamról, ez igaz, de az is igaz, hogy a Ucska piac nem egy drága hely, de lehet, hogy fajlagosan több ezer forinttól vásároltam valamit, ami annak a sokszorosát éri, és nem azért vásároltam meg, hogy ilyen jó üzletet csináltam. Hiszen azok ott ültek aztán évtizedekig a te polcodon. És most is ott ülnek. És most is ott ülnek, tehát amiket akkor láttam, azok megvannak, persze, nagyjából. Persze, persze. Úgyhogy én éltem azzal, hogy értek hozzá, a szakértelmemmel, azzal vásároltam. És vissza is éltem vele, mert nyilván nem mondom azt, hogy ne, ember ne őrüljön meg, ez sokkal többet ér, hanem kifizettem, sőt, még alkottam is. Úgyhogy ez egy játszma. Amiből te mindig jól jöttél ki, mert a tanult embernek párja nincs. Hát jól jöttem ki, azóta is élvezem ezeket a tárgyakat. Ezért mondhatom azt, hogy jól jöttem ki, és ezekben benne van. Igen, ezek a gyűrűk, ezek... Ezekben benne van. Kívülről jövő impulzus nélkül nincs alkotás. Az ember valamiből táplálkozik. Csak a kollégáim egy De része... hát ezekben a gyűrűkben a 20. század van, meg ha akarom a 21. csak én már a 20. is ismerem. Meg a 19, meg a 18. Azt nem látom, hol ebben a 18, meg a 17, meg a... Lehet, hogy csak nem értek a művészettörténethez, most itt lebuktattam saját magamat. Nem is kell érteni hozzá, szeretni kell, és a tárgyakat szeretni kell. Én szeretem a tárgyakat, világéletemben tárgyak között éltem, tárgybőségben éltem, ha ennek van felső határa. És gyerekkorodban is fontosak voltak neked a tárgyak, és akkor is foglalkoztál vele? Amióta az eszemet tudom, mindig is fontosak voltak. Hát és maradtak is. Hát mondjuk azért ide, rólad szól ez a műsor, de azért ide reppentjük édesanyádat egy pillanatra, mert hogy a te kapcsolódásod a művészetekkel azért az mégiscsak elválaszthatatlanan a Margit festőművésztől, aki az édesanyád volt. Ez biztosan így van, de ilyenkor pironkodva azt is el kell mondanom, hogy elég nyomorúságos körülmények között éltünk az ismert okokból, egy tiltott, később tűrt kategóriában lévő nagyszerű festőművésszel, aki az édesanyám volt. Szegények voltunk, nem volt tárgybőség, semmi nem volt, a legszükségesebb dolgok voltak, sok szép kép. Hála Istennek, édesanyád megérte, hogy sztárrá változott egyszer csak egy kicsit a végét. A szocializmus kiszámíthatatlan dinamikájából. Így van, így van. Megérte, ezt inkább az önfeláldozó gyűjtők hozták el a számára azt, hogy már nem kellett nélkülözni, de tárgybőséget nem okozott. Ezt pótolod te saját magadnak, vagy egyszerűen egyébként ez a szenvedélyed meg a foglalkozásodhoz tartozik? Alkati dolog az affinitás a tárgyakhoz. Nagyon sok embert ismertem, akinek hasonló affinitása volt tárgyakhoz, de még többet, aki tárgyvak. És tök mindegy neki, hogy mi veszi körül. Így van, így van. Az az általánosabb? Hát... Egyébként nem akarok én erőszakkal semmiféle ilyen nemzetkarakterológiai dolgokkal előhozakodni, de valamiért mégiscsak kialakult az, hogy ha ezt a közhelyes ellenpontot szedjük elő,
hogy az északi államokban, amennyire az ember járkált így az elmúlt pár évtizedben, hogy ott a tárgykultúra is fejlettebb, hogy az ízlés ugye iszonyú relatív, de hogy egyszerű, letisztultabb dolgokat lehet látni, hogy a lakásokban, a lakáskultúra, például Hollandiában a sok-sok nyitott felületű házba be lehet kátlástalanul bámulni, és ott is azt lehet látni, hogy nem csak a jóléttel hengerelnek le bennünket ilyen kevésbé szerencsés nemzeteknek az állampolgárait, hanem hogy az összerakottsága a dolognak az is sokkal ütősebb, mint nálunk. Igen, hát én ebbe csak nagyon, még csak nem is amatőr, hanem dilettáns módon tudok hozzászólni és gondolkozni az okain. Valószínűleg a protestantizmusnak a puritanizmusa is hozzájár az a magyarázat? Ehhez. Nem csak, az önmagában nem elég. Te és az anglikán egyház? És mert hogy az is izgalmasabb sokkal, mint az anglikán, igen, az egy politikai vallás, az nem egy hit, hanem az, hogy ezek nem voltak mindig gazdag országok, ezek a északi országok, sőt. Na most az, hogy tudjuk azt, hogy a szegénység az nem puritanizmust, hanem tárgyinséget jelentett. Vagy pedig az a kevés tárgy, amit maguk készítettek, vagy hozzáférhető volt, az nagyon kevés volt. És valószínűleg ez a fajta gyakorlatiasság, hogy milyen kevéssel meg lehet oldani az életet. Valószínűleg ennek van egyfajta kontinuitása, és aztán ez átfordult egyfajta válogatóságba, hogy nem feltétlenül a látványos dolog az, ami... Ez érdekes, amit mondasz, hogy a tudatokon lehet, hogy ez a funkcionalitás és puritanizmus olyan mély nyomot hagyott, hogy akkor, amikor már rájuk tölt a lehetőségek korlátlansága, hogy akkor is ennek jegyében még a díszítés is erre jött rá, és akkor ettől lett a dolog valószínűleg így van, félreismerhetetlen. Amit mi népművészetként tisztelünk vagy ismerünk. Az egy nagyon fiatal dolog, az egy 19. századi dolog, amit mi népművészetnek tartunk. A sajátunkról. Például a sajátunkról, de ezt el lehet mondani a skandináv vagy az északi országokról is. Egy különbséggel, hogy itt a mai napig kitart a feudalizmus valamilyen értelemben. Ott pedig nagyon korán kezdődött a polgárosodás. És a polgári életforma, a polgári magatartás az a tárgykultúrában is megnyilvánul. Ez olyan érdekes, amit mondasz, mert hogy akkor akiknek hirtelen rohadt sok pénzük támad, azok végtelenül topzódnak az iszonyú drága órákban, és mindenfélét megvesznek, ami vérfagyasztó akár, csak hogy a gazdagság jelenléte az teljesen biztos legyen számomra. Igen, és ráadásul ezeknek a nagyon drága tárgyaknak van egy nagyon fontos alkotó része, és az a márkajelzés, ami rajta van, és erre a gyártók, a cégek, ezek a nagy márkák rá is játszanak. Hát ismerjük azokat a ruhákat, aminek a márkajelzés része. Tehát a logós táska, illetve a táskának a kiképzése olyan, hogy a bőr maga tele van nyomva a márkajelzéssel. Igen. Ezzel egyébként én is élek, ezzel a aljas eszközzel, hát az én ékszereim márkajelzésüket kívül hordják. Sok oka van annak, hogy ez miért van így, de az egy a legfőbb oka az, hogy most egy kicsit elgondolkoztam, de azt merem mondani, hogy rajtam kívül olyan tárgyalkotót, tárgytervezőt nem ismerek, aki nem a nevét építette, hanem márkát épített. És én márkát építettem. Sokba van ez nekem, kiállításokon nem is nagyon látni engem, két okból, az egyik, hogy nem hívnak meg, a másik, hogy nem küldök, mert nekem fontosabb az, hogy én egy márkát építettem föl, és napról napra építem.
Gondot is okoz ez nekem, mert mi lesz ezzel a márkával. Valószínűleg ezt is nekem kéne kitalálnom, még eddig nem sikerült. De az sikerült, hogy ez a márka ebben a kicsiny faluban, ami Magyarországot jelenti, ennél a még kisebb faluban, ami Budapestet jelenti, ezt a márkát, ezt ismerik. Abszolút ismerik, hiszen akartál külföldön megjelenni? Vagy? Hát bátortalan próbálkozásaim voltak, nem sok sikerült. Volt. Miért nem? Mert annyi pénz kell egy márkának a felépítéséhez, hogy ez sose fektette belé senki? Igen. Én egy nagyon rossz üzletember vagyok. Ez olyan dolog, mint a színvakság. Nem tehet róla az, aki színvak, és az se tehet róla, aki rossz üzletember. És nincs is ezzel semmi gondom. Nem is gazdagodtam meg, nem is volt ilyen ambícióm. De valószínűleg ez az oka annak, hogy nem expandáltam. Tehát ameddig ellátok, engem az érdekel, és attól vagyok boldog, hogyha a Zeneakadémián körülnézek, és azt is én csináltam, azt is én csináltam, és azt is. Mert ezek a te köztéri megjelenéseid. Igen. A Zeneakadémián. Igen, mondjuk például, ezt csak úgy példának mondtam. Azt pont nem tudtunk ilyet mutatni, mert ezt nem vadásztuk le a honlapodról. Egyébként le lehetett volna? Hát, hogy a Zeneakadémián mivel vagy jelen? X-er. Én arra gondoltam. X-er? Ja, hogy a nyakokban. Azt hittem, hogy csináltál valamit a felújított Zeneakadémián. Mert simán el tudom képzelni. De az, hogy a közönségben... Igen. Hordják a nők. Igen. A te holmiaidat, hát igen. Az teljesen nyilvánvaló. Igen. Igen. Az tulajdonképpen az egy nő kategória, amelyik szereti a te holmiaidat, és azt vettem észre nagy örömmel, neked kellene ennek igazán örülni, hogy a mostani fiatal ilyen 20 év körüliek, és nagyon erőteljesen. Igen. Megjelenítik magukon szélesedett, ezt. Szélesedett a kedvelői kör, itt is kerülem azt mondani, hogy vevőkör, mert nem az üzleti része érdekel. A kedvelői kör szélesedett generációban is. Ez köszönhető persze annak is, hogy a családokban Fölnőnek a lányok és az unokák. Így van, és elkezdik leszedni. Igen. A mamájukról, akik nem adják, még élnek, és azért vehetnek újat. Igen, szóval ennek is köszönhető, de van egyfajta alternatív magatartás és életmód, hála Istennek, akik nem feltétlenül a tévéképernyő, bocsánat, hogy ebben a környezetben mondom, mintakövetését, vagy pedig a Facebook mintakövetését, vagy a csapnivaló reklámokat követik, hanem egymást és különbözni akarnak. És ez valami fajta jó érzést ad, hogyha szembe jövök saját magammal, hogyha fölismerik egymáson, ez valami fajta kapcsot jelent. Igen, igen, szerintem is. Tehát, hogy nem akinek te vagy a kedvence, az arról úgy lehet tudni, hogy hasonlóan gondolkodhat, mint én, mert az ízlésünk hasonló. Igen, igen. Jó, azt akartam még feltétlenül megbeszélni veled, vagy kikérdezni téged arról, hogy ez a digitális világ, ami körülvesz bennünket, az mennyire hatott rád? Egyáltalán tudomásul veszed-e, használod-e? Másrészt a te gondolkodásmódodat változtatta-e annyira? Mert én ezt nem veszem észre a te szobraidon, mert azok ugyanannyira absztraháltak, meg groteszkek, mint amennyire voltak szerintem 15 évvel ezelőtt. Persze. Most végignéztem ezt a fuggás kiállítást, amik nekem nagyon tetszenek, ezek az állatok, de ezek azt a pszichét, meg gondolkodásmódot képviselik, mint amit ezelőtt 15 évvel már meg lehetett szokni tőle. Tehát nem láttam, hogy nagyot változott volna a te szemléleted. Hát jól láttad. Alázhatom magam azzal, hogy azt mondom, hogy semmiben nem érintett meg, de talán ez nem igaz. Minimális mértékben használom, és ha használom, az a technológiában használom, mert abban kétségtelenül, amivel dolgozom, az annak egy része úgynevezett magas technológia,
a másik része pedig iszonyatos mennyiségű kézimunka, és ennek az elegye. Na most ennek az elegye az, ami létrehozza, amivel létrejönnek a tárgyak. Ami pedig a tartalmi részét illeti, hát valamikor nagyon fiatal koromban egy barátom nem teljesen pozitív jelzőnek szánta, azt mondta, hogy amit te csinálsz, az archeológizmus, ami nem létező izmus. Tulajdonképpen sok mindenben igaza volt. Kiásol a múltból valamiket, és azt így van, így ragyogtatott fel, így vagy úgy? Ami, ez is a memóriának, a tárgymemóriának és a beszgyűjtött tárgyak emlékének köszönhető, hogy én sokkal többet tudok a tárgyról, amit csinálok, a forrásairól, mint az, aki nézi. Hála Istennek! Nem lenne jó, hogyha azt mondanám, hogy aha, emlékszem, hogy ebből, meg abból, meg amabból van összerakva. Hiszen nem abból van összerakva, hanem mind az agyamból szublimálódik, és ezekből az élményekből, ezekből a tárgy élményekből valamilyen módon szublimálódik. Időnként én is elcsodálkozom. Én azon csodálkoztam, amikor, amikor nekem hihetetlenül tetszik, hogy a Tomi, aki technikailag felel értünk, elő tudja vadászni azt a lovas nyak ékedet, ami ló és két lovas ül rajta. Nekem az egy nagyon meglepő darab volt, igen, itt van mögöttünk, hogy én ezen olyan népi karaktert fedeztem föl, amit igazából nem tudok megmagyarázni, de valamiért nekem ez olyan volt, mint hogyha ez egy ilyen középkori vért van a lovon, vagy szoknya, vagy nem tudom micsoda, és hogy ül rajta a szerelmes pár, és az egész mégis nekem valamilyen ilyen népi naív rajzolatot jelent. Kezicsókolom, köszönöm szépen. Hát végül is erre való, hogy mindenkiből... Gondoljak, amit akarok? Ez az én dolgom ezzel kapcsolatban? Ez egy rétege a dolognak, ami nagyon-nagyon pontos, és rólunk kettőnkről szól a tárgyon keresztül. Igen, csak azt akartam kérdezni, hogy ez rád eddig nem volt jellemző. Rám se egyébként, hogy erre rábukjak, már bocsánat az ilyen alpári kifejezésért, de hogy ez nekem annyira a szíven ütött, amikor megláttam, hogy addig szekáltam a férjemet, ameddig meg nem vette bizonyos alkalomra, de hogy nem volt jellemző egyikünkre se, hogy keresünk valamit, amiben ilyen nagyon megmutatkozik a valamiért a... Én úgy gondolom, hogy ez mindig is megvolt. Neked mindig megvolt? Biztos más arányokban, hol ez bukkan elő, hol az bukkan elő. A figurativitás az mindig megvolt. Valamilyen formában, valamilyen módon. Talán az ékszerkészítők, ékszertervezők képest én többet foglalkoztam szobrászattal, ábrázoló szobrászattal, nem elvont szobrászattal, nem tisztán a formák nyelvén beszélő szobrászattal, hanem fölismerhető, hogy is mondjam. Az miért volt fontos neked? Valóság elvű. Nem, az, hogy én nekem háromdimenziós az érdeklődésem, az valószínűleg 2 éves koromban kiderült. Az, hogy ez a háromdimenziós készség és kíváncsiság merre felé fog irányulni, az a vaksors műve, hogy ötvös lettem. Hát nem láttam ötvöst egyet se gyerekkoromban, felnőtt koromban sem. Ez nem volt egy jelenlévő dolog. Lehetne volna ugyanúgy fafaragó, szobrász, kerámikus. Egy lánynál ideges. Ez mennyire másképpen megy, mert hogy az én anyukám megmondta nekem, hogy a Barta ötvösnél lehet megcsináltatni azt, hogy, és akkor onnantól én tudtam, ki az az ötvös, mert néztem, hogy mit csinálnak az ötvös boltba. Azért ezt most már gondolom lehet mondani, mert már ez annyira régen volt, hogy nem tudom, létezik-e még, bocsánat. Azt hiszem, leszármazottak viszik, léteznek. Akkor, igen, akkor termék megjelenítést használtam. Így van, ez volt az ötvös, még 2-3-at tudnék mondani. Aztán, amikor a rossz emlékű iparművészeti vállalatnak az üzlethálózata, ez azt hiszem 60 körül nyílt,
a fellazítás jegyében, hiszen szelepeket létre kellett hozni, a feszültség az 56 után valami különböző trükkökkel meg kellett oldani, hogy ezt... Ez is annak a része volt, tényleg? Természetesen annak a része volt, és az ez a legkevésbé, hogy mondjam, egy iparművész, az egy fűjevő, az nem politizál, az nem. Azt nézi, hogy mit mennyi. De színesíti az életet. Tehát úgy érezhetett a 60-as években, hogyha vettél Gorka Gézától vázát, aztán később Gorka Líviától. Tehát, hogy én emlékszem ezekre a boltokra, és azt is emlékszem, hogy miket produkált ott az ötvös művészet, nem tudom már, hogy kiknek a munkáit, hogy ilyen kis vasból, onból, nem tudom, milyen ötvözetből voltak ilyen nagyon egyszerű figurák, nyakláncnak, és hogy az modern volt, tehát hogy az jelentett valamit. Hát a korszellem részben a korszellemet tükrözte, mert azért beszivárgott valamilyen módon a korszellem. Ha valaki nem tudta, hogy ki az a Dubuffet, azt tudta, hogy ki az a Perc János, és nagyjából ugyanazt a korszellemet kapta. Ez volt az egyik komponense, a másik pedig a nyomorúság, tehát a hozzáférhető anyagok és technológiáknak a nyomorúsága, és ez létrehozott valamilyen penészvirágot, aminek nagyon szép rajzolata van a penészvirágnak. Meg a és akkor te végül is nem a penészvirág miatt lettél ötvös, hanem azért lettél ötvös, mert szobrász akartál lenni, és háromdimenzióban akartál létrehozni dolgokat. Akartam lenni, ötvös is akartam lenni, művész akartam lenni, tárgyalkotó. És ez sikerült. És ez sikerült. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Remélem, hogy a nézők jól szórakoztak, és különösképpen azt remélem, hogy ezt a speciális termékmegjelenítést, amit mi itt csináltunk, azt élvezték, és jövő héten is lesz jégbüfé, de addigra már egy másik évben kezdődik a jégbüfé, úgyhogy töltsék jól a maradék időt ebből a 2021-ből. Viszontlátásra!